Jó estét kívánok, ez itt a Farkasok, a Gyöngyösi Televízió hetente jelentkező kézilabda magazinja. A Hedobé Braun Gyöngyös csapata a címvédő Telekom Veszprém otthonában kezdte a bajnoki szezont. A Farkasoknak nem volt könnyű feladatuk, mégis helytálltak, több mint 30 gólt dobtak a Veszprém otthonában. Nézzük meg a műsor elején a mérkőzés összefoglalóját. A bajnoki címvédő Telekom Veszprém pályáján kezdte az új szezont a Hedobé Braun Gyöngyös, amelynek vendégfellépése a teljes élvonalbeli idény nyitányát is jelentette. Miután az eredetileg a negyedik fordulóra kiírt mérkőzést a Veszprém kérésére előrehozták augusztus 26-ára. A Farkasok a felkészülés utolsó állomásaként tekintettek a találkozóra, amelyen a céljuk a támadás és védekezési finom hangolása, a csapategység erősítése volt. A gyöngyösiek igyekeztek is mindent kiadni magukból a pályán, de a házigazdák nem sok kétséget hagytak afelől, hogy idén akár bajnokok ligája győzelemig is menetelhetnek. A két csapat közti különbség már a találkozó elején nyilvánvalóvá vált. A meccs elején a gyöngyösi kaput védő Tomicsnak is voltak jó pillanatai, de a veszprémi kapuban most debütáló Biorca egyszerűen lehúzta a rolót. A hazaiak pedig a kimaradt helyzeteket góllal büntették, így 10 percnyi játék után 8-1 volt az állás. Bíró Balázs pedig időt kért. A 11. percben született a Farkasok második találata, az első negyed óra utolsó percére fordulva pedig 11-4 volt az állás. A mieink maximális erőbedobással küzdöttek, és bár a kapus teljesítményükre továbbra sem lehetett panasz, a veszprémiek rendre átjutottak a védelmünkön, a támadásokba pedig sok hiba csúszott, így a különbség a 18. percre 10 gólosra hízott. A következő percekben eredményesebben játszottak a mieink, felváltva estek a találatok, de a különbség nem csökkent. A 22. percben 17-7 volt az állás, és maradt a 10 gól közt a félidő végén is, 22-12-nél jött a szünet. A második játékrész elején jó néhány percig sikerült tartani az eredményt, 29-17-nél azonban nagyobb tempóra kapcsoltak a házigazdák, ami a gólok számában is meglátszott. A 43. perc végén 36-22-t mutatott az eredményjelző. A 48. percben a hazaiak már a 40. góljukat ünnepelték, a mieink pedig az 54. percre jutottak el 30-ig. A meccs végig folyamatosan nyílt az olló a csapatok között, hiába mutatott be a második félidőre, Tomicsot váltó Gyánt is egy szép bravúrokat. A címvédő 49-31-re nyerte meg a találkozót, és magabiztos győzelemmel mutatkozott be a hazai közönségük előtt. Farkasaink hazai bemutatkozására szeptember 9-ig kell várni, amikor az újonc Pler Budapest érkezik Gyöngyösre. A találkozóról pedig Bíró Balázs vezetőedzővel fogunk beszélgetni, aki itt van velünk a stúdióban. Szervusz! Szervusz Tamás, köszöntöm a nézőket is. Ugye beszéltünk arról már egy héttel ezelőtt, meg még korábban is, hogy ez az első, sőt a második mérkőzésünk is még beilleszthető a felkészülési programba, a finom hangolásra remek lehetőséget ad két sztár csapat ellen játszani. Mi az, amit Veszprémben sikerült ezek közül a célok közül megvalósítani? Hát kevesebbet nyilván, mint amennyit az eddigi találkozókon, illetve kicsit kevesebbet, mint amit terveztem. Azt azért látni kell, hogy ez a Veszprém, ez most jelenleg 15 olyan játékossal állt fel, aki valószínűleg a BL mérkőzések játékos keretében is benne lesz, és elég komolyan vették ezt a találkozót. Ugye ez mindig, tavaly is mindig elmondtam, hogy ezeken a mérkőzéseken őket és a Szegedet érintően ez gyakorlatilag rajtuk áll vagy bukik, hogy mennyi lesz a különbség, vagy hogy egyáltalán nyernek-e vagy nem. Most elég komolyan vették, és ezért lett ez a meggyőző fölény és ez a meggyőző különbség. Mi az első fél időben arányaiban ugye beszélgetünk itt 30 lőtt gólról, a 12 lőtt gólunk mellé párosult egy 5-6 kihagyott zicser, amivel azt mondom, hogy ezt az adott gólszámot elértük volna, tehát ellenük is az elején azt gondolom, hogy a 8-1 helyett simán lehetett volna 6-4 az állás, mert olyan tiszta zicsereket hagytunk ki. Ennek ellenére viszont a másik oldalon gyengébben teljesítettünk egy kicsit, bár így is 20% volt a kapus teljesítmény, tehát azért minden ötödik labdából bele tudtak érni a srácok, de az a tempó, amit ránk hoztak a hibáink után, akár gyors középkezdésből is, tehát a lőtt góljaink után is, az azért nyilván egy BL tempó volt, illetve ők egy kicsit ilyen olyan felfogásban voltak, hogy talán könnyebben lehetett gólt lőni nekik, viszont azt kegyetlenül gyakorolták, vagy kegyetlenül akarták, hogy minél többet lőjenek. Megmutatták nekünk azt igazából, hogy az nemzetközi szinten ezeket a lerohanásokat milyen egyszerűen lehet kívülről, egyszerűen tűnő módon lehet végrehajtani.
ők is gondolom gyakoroltak dolgokat, meg ezért is lett előrehozva ez a mérkőzés. Be kell látni, hogy a két csapat között, ha minden kettő a tudása legjobbát adja, akkor nagyjából ez a különbség. De ez igazából nem tragédia számunkra, csak nyilván ezt a 60 percet ott végigélni az egy kicsit ilyenkor, nem azt mondom, hogy demoralizáló, mert helyre tudjuk tenni a dolgokat, de nem túl jó érzés, hiszen érzi az ember azt, hogy mennyi van a két csapat között. Mennyire lehetett lemérni azt, hogy hogy működik a védekezésünk? Ez a 49 kapott gól, ez kritikája a védekezésünknek, vagy egész egyszerűen a veszprémi világsztárokból álló támadósor az ennyivel jobb a miénknél? Is. Voltak védekezések, amiket tisztességesen megcsináltunk, de azt látni kell, hogy rengeteg olyan gólt kaptunk, még egyszer említem a lerohanást és a gyors középkezdést, amikor nem egyszer fordult elő, hogy mi zicsert dobtunk, tehát mondjuk a beállósunk lőtt kapura, és akár a lövés után feküdt 4 méteren a talajon, és vagy gól volt, vagy nem. Ebben a pillanatban, ugye utólag a videóelemzésnél megmutattam a srácoknak, amikor átmegy a gólvonalon a labda, akkor tőlük már maximum egy ember van a saját 9-esükön belül. Tehát, hogy annak ellenére, hogy gólt lövünk, ők olyan mértékben alkalmazták ezt az előindulást, amit más csapat nem fog csinálni. Tehát, hogy igazából ő nekik ez azért mondom, hogy egy teljesen más felfogásban vannak ezt. Ha valaki majd kielemzi, ezzel lehetetlenség visszaérni. Tehát akkor, amikor ők elvégzik a középkezdést, hiába nincs nálunk kiállítás, és mi egyébként gólt lőttünk, akkor van egy 5-6 méteres előnyük a mi lemaradó emberünkkel szemben, és ezt a 6-5 elleni játékot, ezt az emberfölényes szituációt vagy simán lejátszák már ezen a szinten, illetve olyan beálló játékosokkal rendelkeznek, és olyan beálló játékkal rendelkeznek, hogy gyakorlatilag ellenük való védekezés az a mi szintünkön, és ezt azt mondom, hogy a Szegeden kívül Magyarországon bárkire értendő, gyakorlatilag lehetetlenség őket megtartani. Tehát a Pesmábeket és az olimpiai világ és Európa bajnok Ludovic Fabregas nem lehet ezen a szinten mit csinálni. Tehát ő át tudja venni a labdát, már pedig ő tud úgy pozíciót fogni, és van olyan technikailag képzett, hogy át fogja venni a labdát, akkor ellene megállító faltot csinálni szabályosan, tehát nem 7-es és nem 2 perc árán, az nagyon-nagyon nehéz a mi szintünkön. Tehát ezt azért be kell látni, lehet itt mellé beszélni, és lehetne szidni a srácokat, de azért rendelkeztek egy olyan tudásbeli és egy fizikai fölénnyel, amivel gyakorlatilag csak ideig, óráig lehet küzdeni. Ezért mondom, hogy ha minden mérkőzésen, a bajnokság minden mérkőzésen ez a Veszprém ezzel a mentalitással, ezzel a kerettel, ezzel a hozzáállással dolgozna, akkor gyakorlatilag szerintem mindenkinek 40 gól fölött lőne a Szegeden kívül, és azt most is a legutóbbi találkozó 40-29-re verte a Csurgót, ahol 19 gólt lőtt az elsőbe, 22-t a második, vagy 21-et a másodikba, ugyanezt a tempót tudja ő diktálni mások ellen is, szóval ebben nincsen, ha ő ezt komolyan veszi, és úgy cserélget, ahogy egy BL meccsen, akkor mindenkinek ennyit lőne. Nyilván ez a szezon közben másképp lesz, azért nem kell majd azon meglepődni esetleg egy Komlónak, vagy valakinek kevesebbet lő, két BL mérkőzés között mások lesznek a prioritások, most még neki nincs ilyen mérkőzés, ezért most ez lett a végeredmény, de mondom még egyszer, ez helyénk ezen. Arra fel is hívtad a figyelmet, olvashattuk az interjúdban a hivatalos honlapon, hogy vegyük számításba, hogy mind a két csapatnak ez az első hazai mérkőzése, a bemutatkozó meccse a saját közönsége előtt, és ez azért a Szegedre is igaz lesz, ahol egy nagyon átalakult csapat új vezetőedzővel fog felállni, illetve állt fel, hiszen mikor ezt látják, ezt a beszélgetést nézőink, addigra már túl vagyunk a mérkőzésen, de azért mégis beszéljünk arról, hogy mennyiben lesz más az a szegedi meccs, mint a veszprémi volt, illetve mi az, amit a Veszprémiből tanulságként le tudtunk vonni, amit másként fogunk majd csinálni Szegeden? Többször feledkeztem már jóslatokba, és 10-ből 9-szer mellé lövök, de most azt gondolom, hogy azt kijelenthetem, hogy ez a Szeged egy picivel gyengébb, mint a Veszprém. Itt most két BL csapatról beszélünk, szóval nem azt mondom, hogy hozzánk képes gyenge, hanem a BL csapatok szint összehasonlításában a Veszprémhez képest szerintem egy picivel gyengébb. Nyilván a mi célunk az az, hogy ebből a találkozóból is tanulva, illetve azóta egy hetet mi dolgoztunk, és mint ezt a beszélgetés elején említetted is, hogy mi még abban a fázisban vagyunk, hogy a Pler és a Fradi mérkőzésre azért mi még építjük a csapatot. Szeretnénk nyilván sokkal szorosabb mérkőzést játszani, tehát azért 18 gól az kimondva kimondatlan rengeteg, ennél jóval szorosabbat szeretnénk játszani Szegeden. Azt érzem, hogy egy kicsit közelebb is van a két csapat egymáshoz, és nyilván ezáltal egy jobb találkozóból sokkal több hasznos dolgot védekezésbe, lerolnásba, illetve támadásba viszont látni. Nyilván egyelőre ezt tudom most így hirtelen mondani, egy kicsit komolyabban is készültünk a Szegedre, ez tény, tehát több alkalommal videóztunk ellenük, és sokkal mélyebb információt
formációkkal készülünk, mint a Veszprém ellen. Nyilván nem egyszerű, hiszen a felkészülési időszakban az videókat szerezni nem túl egyszerű, de azt gondolom, hogy ebbe is most jó úton jártunk. Úgyhogy igazából ez a cél, hogy egy kicsit komolyabb eredményt érjünk el, a játékunk javuljon, mert utána egy hét múlva nekünk itthon a Pler ellen viszont egy kötelező győzelem az elvárás, és ahhoz meg pedig már nincsen sok idő. Ugye szeptember 9-én lesz, egy hét múlva játszom majd azt a találkozót. Hogy állunk a csapatban a sérültekkel, betegekkel, a felkészülés bizonyos szakaszaiban apróbb, ne semmi komoly, de apróbb sérülésekkel azért küzdött az alakulat. Sikerült ezt megőrizni? Hogy látod most, hogyha minden rendben megy, akkor 9-ére milyen kerettel tudunk majd? Szerencsére pozitív hírekről tudok olyan értelemben beszámolni, hogy nincsen a felkészülés kezdete óta új problémás sérülésünk ezeken a kétnapos hiányzásokon kívül. Tehát gyakorlatilag a 20 fős bő keretünkből továbbra is azt tudom mondani, hogy a Jóga Norbinak ugye az új sérülés az továbbra is megvan, a műtét megtörtént, és október közepére várható visszatérés. Podoba Jani a héten már korlátozott percszámban elkezdett edzeni, szóval ő már abban a fázisban, majd nagyon bízom benne, hogy október 7-ére az arra mérkőzése már biztosan, ha valami csoda történik, akkor a Ferencvárosi mérkőzésen már be tud szállni. Az Enkusza Dávidnak ugye egy fáradásos törés van a lábában, ami az előző szezonnak a hozománya, tehát ez sem ennek a felkészülésnek a következménye, vagy ennek az időszaknak a problémája, őt is emiatt a komolyabb probléma miatt kellett elveszítenünk egy 4-6 hétre, és ezen kívül gyakorlatilag megvagyunk. Tehát igazából ezek olyan sérülések voltak, amik még az előző szezonról jöttek, vagy ott eredeznek. Tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy mindenki egészséges, a maradék 17 játékos pedig bevethető, úgyhogy közülük kell kiválasztanom azt a 15-16-ot, aki az utazó keret tagja lesz pénteken Szegeden, és ezt utólag pedig már nézők tudják is, hogy milyen ez a névsor. Hogy kik voltak ők. Mi az, amit az ellenfelekről most tudhatunk? Ugye a bajnokságból ezért nem is nézünk most tabellát, mert eddig két mérkőzés zajlott le, ugye mind a kettőt a Veszprém játszotta otthon, az egyiket ellenünk, a másikat a Csurgó ellen, úgyhogy a Veszprém 4 ponttal az élen áll, mi pedig így nyilván egyenlőre még a végén. De nektek van-e már, nekünk szurkolóknál több információtok arról, hogy melyik csapat milyen állapotban, milyen formában van, milyen erőt képvisel majd a bajnokságban, mondjuk azokat leszámítva, akikkel találkoztunk a felkészülési időszakban? Én megmondom őszintén, hogy ez most vagy jó, vagy nem. Nem akarok túlzásba esni, de gyakorlatilag nulla az, amennyit én foglalkoztam velük, azokon kívül, amennyi a hivatalos információkon és a hivatalos csatornákon megjelent. Ennek több oka van, egyrészt soha nem csináltam ezt, tehát gyakorlatilag nem azon kezdtem el már a nyár folyamán agyalni és ideológiákat felállítani és tabellákat a fejembe, hogy körülbelül ki a jó, ki a közepes, ki a rossz, mert egyrészt ez csak találgatás, másrészt nyilván ez nagyon sok szemponttól függ, edző, új játékos, milyen a felkészülés, lesznek-e sérülések, hanyadik fordulóba, BL meccs, Európa Liga meccs előtt, után, ezer szempont van. Nekünk gyakorlatilag abból a szempontból pedig, hogy akivel játszottunk, ő rájuk ugye nem készültünk, láttunk egy képet róluk, és most nekem a legfontosabb az, hogy a Pler és a Ferencváros mérkőzésről lehető legtöbb információt beszerezzük és felkészüljünk. Nyilvánvalóan itt az elején azért nehéz, mert még nincsenek bajnoki mérkőzések, ezáltal nincsenek videók, vagy pedig korlátozott számba, de azért nyilván lehet szerezni, mert 2023 nyarán ezért ez már nem egy akkora csoda. Illetve ahogy telnek majd a fordulók, az összes többi csapatról pedig annyi információ fog rendelkezésre állni, amennyi bőségesen elegendő ahhoz, hogy felkészüljünk. Most jelenleg a Plerrel is így leszünk, az első fordulóban lejátszott Tatabánya elleni hazai mérkőzését lesz az a felvétel, illetve az utolsó két felkészülési meccsük. Innentől kezdve pedig, ha ez az információ mennyiség nem lesz elég, az probléma, már pedig elég lesz. Utána jön a Ferencváros, aki ellen szintén már két bajnoki forduló és még egy felkészülési mérkőzés, és innentől kezdve pedig már maga az a 2-3 meccs, ami minden csapatról rendelkezésre áll, az elegendő lesz. És mondom még egyszer, ez nem egy flagma felfogás, vagy nem egy ilyen nagyképű dolog, de tényleg azt mondom, hogy egyenlőre én azért nem foglalkozom ezzel, mert nyilván nagyjából tisztában vagyok vele, hogy ki hol melyik csapatban kézabdázik, de az, hogy konkrétan milyen erősségűek, konkrétan mit fognak kézabdázni, és hogy ez mire lehet elég, ez még bőven ráér, mert nekünk most nem ez volt a legfontosabb, a nyár saját magunkkal, most pedig a két budapesti csapattal egyenlőre ez a legfontosabb. És nyilván ahogy beindul a szezon, úgy jönnek majd ezek az információk, mérkőzések is. Mennyire várják a fiúk egyébként a hazai bemutatkozást a Pler ellen szeptember 9-én? Az első hazai mérkőzés lesz. Ki vannak-e már erre éhezve, hogy látod? Keveset beszéltünk még erről. Nyilván a konkrétan célokat lefektettük, a tervek megvannak és tudják nagyon jól, és ezzel kell őket egy kicsit nyugtatnom, hogy ami még most nem megy, az nem probléma, hiszen még szeptember sincs. Nyilván a videó megjelenésének napján már van
de igazából maga a készülés felkészülési időszakában a Szegedre még szeptember sincs, tehát ha vannak hibák, ezen nincsen probléma, de megmondom őszintén, hogy ez még most nem kézzelfogható az edzéseken, biztos vagyok benne, hogy a Szegedet követő hét elején már érezhető lesz, hogy hazai mérkőzés jön, teljesen más az a lelki állapot, amikor az embernek egy kötelező győzelem áll előtte, ráadásul az első hazai mérkőzés, ráadásul egy feljutó csapat ellen, egy új, nekünk hazai bemutatkozó csapatnak, új játékosokkal, nézőkkel való első éles találkozás, tehát gyakorlatilag biztos, hogy lesz egy kis druk, de ezek olyan játékosok, akiknek nem ez az első ilyen találkozójuk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk tudni oldani, de ez még most nem kézzelfogható, ezek a rezgések majd inkább jövő hét elején fognak megjelenni. És erről még beszélgethetünk már a szegedi tapasztalatok birtokában egy hét múlva, amikor várunk vissza a stúdióba. Köszönöm, nagyon szépen, köszönöm én is. Önök pedig még maradjanak, hiszen ahogy szoktuk, minden műsorban utánpótlással zárunk. Most is így lesz, Kőrösi Fruzsina, az U18-as csapat vezetőedzője lesz a vendégen, pillanatokon belül jövünk vissza. Már is folytatjuk, ahogy azt szoktuk, utánpótlással zárjuk heti kézilabda magazinunkat. Kőrösi Fruzsinát, az U18-as csapat vezetőedzőjét köszöntöm a stúdióban, szervusz! Szia! És mondhatnám azt is, hogy az U20-as csapat edzője, hiszen Kismárton Ádámmal gyakorlatilag párokként, társakként vezetitek ezt a két csapatot. Így van, igen. Hát nagyon nagy az átfedés a két csapatba. Idén ugye új csapatokat kellett építeni, így az utánpótlásba, és akkor az U20-ba én segítek, az U18-ba meg ő segít nekem. Úgyhogy így együtt visszük edzésben és mérkőzéseken is a csapatokat. Ez azt jelenti akkor, hogy a felkészülés is együtt zajlott már, tehát hogy a két csapat gyakorlatilag közösen tartotta a felkészülés során az edzéseket? Igen, nagy részt, egy olyan 80%-ban, de van még a U16-os csapat, és akkor volt egy-két edzés, amikor ott segítettünk a Temesvári Martin csapatának, úgyhogy, de 80-90%-ban egyébként már együtt edz a csapat, és együtt készültünk fel a felkészülési mérkőzésekre, kupákra, illetve a holnap kezdődő bajnokságra. Ugye amikor a nézőink látják ezt a beszélgetést, akkor a bemutatkozó mérkőzéseken már túl lesz a csapat, hiszen a Szeged ellen pénteken elkezdődik a szezon mind a három említett csapat számára. De most menjünk még egy kicsit vissza a felkészülési időszak kezdetére. Mikor kezdték a csapatok a munkát, és hogy zajlott, milyen elvek szerint az alapozás a nyáron? Július 31-én kezdtük a felkészülést, de előtte két hétig otthoni felkészülés volt a játékosoknak, minden nap kiírtunk elvégzendő feladatokat, és akkor erről egy visszajelzést kértünk valamilyen úton, módon, úgyhogy már egy jó alappal kezdtük 31-én, természetesen az elején ugye állóképességi, illetve erőnléti edzésekkel, majd később már a gyorsításokkal, illetve a taktikai elemekkel folytattuk, és szerencsénkre nagyon sok edzőmérkőzést, illetve kupán való mérkőzés volt, úgyhogy így egy újra szerveződő csapatnál nagyon fontos, hogy minél több mérkőzés legyen, minél több visszaigazolás legyen, hogy hol tartunk a felkészülésbe, meg hogy mik még a feladatok, hogy a holnapi rajtra tényleg egységesen és úgy álljunk oda, amit mi szeretnénk látni. Mennyiben alakult át egyébként a két csapat? Ugye ez az a korosztály, különösen az U20-as, ami a teteje a Gyöngyösi Kézilabda Klubnál az utánpótlásnak, tehát hogy itt már közre játszik az, hogy elmennek máshova egyetemre, máshol folytatják az életüket, és nehéz a Gyöngyösi Kézilabdát beilleszteni. Mennyire beszélhetünk most új csapatokról? Távozók, érkezők hogyan alakultak? Hát nagyon új csapatról beszélhetünk. Egyébként van egy mag, ők hivatalosan most serdülő korosztály lenne, akik évek óta együtt vannak és jól működnek együtt. De például, ha az U20-at veszem, ott sajnos 6 játékosunk maradt, aki kimondottan U20-as korosztályú, nyilván ezt kiegészítik a serdülők, mert ott nagyon sok távozó volt. Szerencsére nagyon jó iskolákba sikerült felvételizniük, nagyon intelligens csapat volt, tehát ők a továbbtanulás mellett már máshol tudják folytatni a kézilabdát, aki szeretné, de így a távozók miatt ugye a serdülőkből kellett feltöltenünk az IFI korosztályt, így az IFI-t is pedig az U16-ból töltöttük föl, tehát megvannak a csapataink, van egy maga, aki régóta együtt van, de ettől függetlenül minden edzőnek más a koncepciója, más az elképzelése a taktikai dolgokról, illetve a technikai dolgokról is, és ehhez
ennek az összeszokásnak kellett, hogy megtörténjen most a felkészülési időszakban, hogy azokat a koncepciókat, amit mi szeretnénk látni a pályán, azt a játékosok is elsajátítsák és megtanulják. Úgyhogy ez volt igazából a nehéz, mert hál' Istennek, mint csapat nagyon jól működünk, tehát nagyon jó az egység, de azok a dolgok, amiket mi szeretnénk, azt most ebben a hónapban volt lehetőségünk felkészíteni a játékosokat. És ennek a felkészülésnek volt két fontos állomása, két rangos torna, az egyik Tatabányán, a másik Egerben. Beszéljünk először a Tatabányairól, az volt időben korábban, ahol mind a három említett csapat, az U16-os, az U18-as és az U20-as is részt vett. Milyen célokkal érkeztetek Tatabányára, és mi az, amit sikerült ebből megvalósítani, hogy sikerült ez a torna? Nagyon jó torna volt, tényleg nagyon, úgy azt kell mondjam, hogy olyan ellenfelekkel sikerült már ott találkoznunk, amilyen hasonló kaliberű ellenfelek lesznek a bajnokságban is, viszont annyiból jó volt, hogy ők ugye nyugaton vannak, mi keleten, tehát olyan csapatokkal sikerült megmérkőzni, akikkel egyébként a bajnokság alatt nem találkozunk, de hasonló erőt képviselnek, úgyhogy nagyon egy rangos torna volt ez a MOL kupa, ahol egyébként meghívásos alapon lehet menni. Az elsődleges cél az volt, amit az imént is említettem, hogy amiket edzéseken gyakorlunk, azokat hogy tudják alkalmazni játék közben. Tehát ez volt az elsődleges cél, hogy mindenki pályára kerüljön, mindenki megfelelő játékidőt kapjon, és lássuk azt, hogy hogy működik jól ez a csapat. Úgyhogy az eredmény az nem volt fontos, ettől függetlenül nagyon-nagyon szuper eredményeket értünk el, tehát mindenki dobogóra került, minden csapatunk valamelyik fokán ott állt, az U20-as csapat meg is nyerte, igazából egy nagyon bravúros győzelemmel az első mérkőzésen, úgyhogy úgy gondolom, hogy egyébként nagyon, nagyon jól sikerült a felkészülésünk, illetve hát a dobókupa, ami meg ugye múlt héten volt, az pedig, az megint egy nagyon, nagyon jó szájízzel jöttünk el, az egy kétnapos torna volt, 3-3 mérkőzéssel, és ott is ugyanezek voltak a célok, hogy lássuk, hogy hol tartunk, és szerencsére már a MOL kupához képest is egy nagyon-nagyon nagy fejlődést véltünk felfedezni, mind védekezésben, mind támadásban. Természetesen láttuk a hiányosságokat, ezeket még most a héten javítgatjuk is, még a mai edzésen is, és így állunk neki. Egyébként a dobókupára visszatérve, azért szeretném kiemelni, mert ott lett legjobb kapusunk, illetve a legjobb góllövő, tehát a legtöbb gólt elérő, a Zakar Levi, a legjobb kapus pedig a Páncél Kevin lett, tehát ilyen külön díjat is sikerült elhoznunk, amire nagyon büszkék vagyunk. Jól sikerült, egy torna győzelem is kinézett ott ugye az U20-as csapatnak. Így van, igen. Tehát ők meg is nyerték, ugye, tehát, vagy megnyertük igazából a U20-szal. Sikerült legyőznünk egy olyan ellenfelet, a Plert, aki tényleg tavaly megnyerte az U20-as bajnokságot, tehát a Final Four-t is sikerült, úgyhogy nyilván ebből semmilyen következtetés nem lehet levonni, de ez mindig egy nagy dolog, amikor sikerül egy olyan csapatot legyőzni, aki papíron azért egy magasabb szintet képvisel. És már csak azért is, mert a Pler ellenfelünk lesz majd a bajnokságban így is. Van, igen. De ezek azok a korosztályok, ahol talán a legerősebb a mezőny, a legnagyobb helytállásra itt van szüksége a fiataloknak. Milyen célokkal vágtak neki a felkészülés után ennek a bajnokságnak, amely tehát ma a Szeged elleni hazai meccsekkel kezdetét vette, de hát jönnek a következő feladatok szépen sorban, például 9-én a Pler ellen. Igen, hát a cél mindig a Final Four-ba jutás, U18-ról beszélek elsősorban, és azért, mert úgy gondoljuk, hogy az utánpótlás képzésünk ott tart, hogy tényleg kiemelkedik így Magyarországon, tehát mindig nagyon-nagyon szeretnénk bejutni a Final Four-ba, de nem sikerült egyébként eddig. Általában éppen, hogy lecsúszunk, tavaly az U20 egyébként egy ponttal csúszott le, pedig veretlenül zárták ugye a tavaszi szezon, de sajnos egy pont hiányzott, harmadik helyen zárták, az első kettő jut be ugye keletről és nyugatról is, így van a Final Four, úgyhogy idén az U18-al
meg szeretnénk célozni. Fél időben így könnyebb lenne erről beszélni, de természetesen a célunk az mindig az, hogy minél előrébb végezni. Az U20-nál ott inkább ez egy tanuló év lesz, ugye ott nagyon sok serdülő játszik, és ott majd valószínűleg jövőre fog beérni, de mindig azt mondjuk a srácoknak, hogy először az első félidőt nyerjük meg, és okozzunk meglepetést, tehát, és ez így is történt a legtöbb mérkőzésen, hogy nem feltétlen mi voltunk az esélyesek, de sikerült győzelemmel zárni, úgyhogy ott is természetesen az a cél, hogy minél előrébb végezzünk, és ez a csapategység, vagy ez a csapat, ahogy együtt van, ez maradjon így, sérülésmentesen, és meneteljünk, ahogy csak tudunk. Ez nagyon sok sikert kívánunk nektek, és reméljük, hogy sok támogatás érkezik majd hozzá a lelátókról is, hiszen az gyöngyösi utánpótlás meccseken azért rendre szép számú nézőközönség jön össze. Idén lehet-e valamit tudni a meccsek időpontjáról, ezek hogy lesznek majd időzítve, könnyen elérhetők lesznek a szurkolók számára? Igen, természetesen. Most ugye a mai meccsek azok már ugye lementek. A következő mérkőzéseket megpróbáltuk a hazai felnőtt mérkőzéshez igazítani, úgyhogy most két hétvégén is nagyon jó kézilabdás nap elé nézünk, mert 9-én és 16-án is ugye itthon játszunk a felnőtt csapat előtt, úgyhogy amennyiben van lehetőségük és kedvük a szurkolóknak, várjuk őket szeretettel. Ugye a felnőtt mérkőzés 6 órakor kezdődik, és előtte 4-kor van az ifi, előtte 2-kor pedig a serdülő mérkőzés. És a legtöbb meccset próbáltuk így időzíteni, természetesen nem lehetett mindig, de mindenképpen a gyöngyösi utánpótlás oldal ezekről tájékoztatás lesz azon a héten, amikor a mérkőzést játsszuk. Akkor mához legközelebb szeptember 9-én a Pler ellen lehet majd szorítani a fiúknak, így ott van. Lesz egy jó kézilabdás délutánunk. Igen. Sok sikert kívánunk még egyszer, és köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, Farkasok című kézilabda magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, majd tartsanak velünk akkor is, addig is minden jót, a viszontlátásra.